Az elektronikai műszerész szakma érdekli a dunaszekcsői Holzer Richárdot. Ebben az irányban akar majd tovább tanulni a hatodikos fiú. Ugye érdekel ez a szakma, nagyon szeretek elektronikai gépekkel foglalkozni. Nagyon érdekes volt, mert nagyon sok mindent megtudtam, hát ugye eléggé macerás ezeket összeszelni, de és nekem van ehhez türelmem, és érdekel ez a szakma. De nem csak ezt a területet ismerhették meg azok a fiatalok, akik kilátogattak a szakmák éjjel-nappal elnevezésű rendezvényre. Mohácson a Baranyai Iparkamara helyi irodája szervezte meg ezt a pályaválasztás segítő szakmabemutató eseményt. Pénteken az általános iskolák 5., 6. és 7. osztályosait várták a Marek sportcsarnokban egész nap. A kiállítók száma az meghaladja a 20-at, a szakmák száma egyértelműen ezzel összefügg, meghaladja a 20-at. 300 diák fölött lesz a látogatók száma, akik előzetesen bejelentkeztek. Rajtuk kívül természetesen várunk olyanokat is, akik másodszakmások akarnak lenni. Mohácson és környékén is keresik a szakmunkásokat, úgy, mint az egész országban. Munkaerő hiány van, és ha bármelyik strandhoz most oda mennének, és megkérdeznék, hogy hány ember tudnának alkalmazni, elég szép számokat tudnának mondani. Ezért is vállalták valószínűleg a kiállítók, a szakmát bemutató cégek, hogy eljönnek el a rendezvényre, és megpróbálják orientálni majd a fiatalokat, hogy megfelelő irányba menjenek, amikor pályaválasztás van. Ma a jó szakma már többet ér, mint egy nem piacképes diploma. A munkaerőhiány következménye ugyanis az, hogy versenyképes fizetést kapnak ma a szakemberek a cégektől, vállalkozásoktól. Idén második alkalommal rendezi meg a szakmák éjszakáját a Nemzetgazdasági Minisztérium április 21-én. Ehhez kapcsolódik a Mohácsi Iparkamara rendezvénye, ahol már reggeltől elkezdték a szakmák bemutatását, ezért kapta a szakmák éjjel-nappal elnevezést a saját rendezvényük.